Mesélj szíves arról, hogy ő egy héttel azután gyakorlatilag, hogy véget ért számotokra a világbajnokság, hogy esett ez a mérkőzés? Nyilván vártam, hogy elkezdődjön igazából ez a menet, hiszen azért rengeteg mérkőzés van, amit be kell, hogy pótoljunk. Úgyhogy erre a kemény meccsre azért számítottunk, hiszen itt Komlón mindig nehéz hazavinni a két pontot, de tényleg le a kalappal a csapat előtt, mert hatalmasat küzdöttünk, nyilván sok hibával játszottunk, de úgy gondolom, hogy nem volt sok időnk azért felkészülni. Hogy érzed, nektek, akik kim voltatok Egyiptomban, azért ad ez egyfajta löketet a klub szezonra is, amit ott együtt elértetek? Mindenféleképpen, mivel más sebességgel érkezünk, ott a világ legjobb játékosai vannak, és ilyenkor nagyon jó meccsbe vagy, úgy gondolom. Úgy gondolom, hogy jól is szerepeltünk, akik itt vagyunk a tatományában. Remélem, hogy ez mutatkozni fog a játékunkban. Visszajöttek olyan jó kedvek, tele van az önbizalom nekik, és a látható első pár napot edzésen, meg a meccsen is, hogy meg mindig ez az adrenalin van benne, meg a nagyon jó meleg. Nyilván azért a többiek kérdezték, hogy mi volt kint, hogy voltak a dolgok, stb. De igazából szerintem az már a múlt, azt egy szép eredményt sikerült elérnünk, lehetett volna jobb is, de szerintem azt így le kell zárni, és most már a klubcsapatra koncentrálni. Ha belegondolsz, akkor még Libabős vagy, hogy a világ 5. legjobb válogatottjának tagja voltál? Hát persze, ez egy hatalmas élmény volt, nagyon boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek, és nyilván jó érzéssel tölt el persze, de amit említettem is, most már azért jócskán van, mire koncentrálunk, és hát még a távoli jövő, vagy hát na annyira nem is távoli, de ugye a 2022-es Európa-bajnokságra szeretnénk még fényesebb eredményt elérni. Nagyon jó érzés, ez egyértelmű, mivel ez egy, ha úgy nézzük, visszanézzünk egy kicsit, ez régóta nem volt ilyen jó szereplés a válogatottnak, viszont mindig van egy kis keserű szájízem, és nekem maradt egy kis keserű szájízem, mivel volt esélyünk még jobb eredményt elérni, de boldognak kell lenni ezzel az eredménnyel is, és a pozitív dolgokat kell kivonni belőle. Tényleg nagyon jó érzés, de van azért szerintem nem csak bennem, hanem úgy az egész csapatban egy kis csalódottság, mert tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a négybe kerüljünk. A francia meccs után nagyon le voltatok tőle? Tehát ott egyértelműen úgy éreztétek, hogy elúszott? Egyértelmű a meccs után, ilyenkor az ember le van törve, mivel ott érezted, hogy ott vagy egy karnyújtásra. Úgy gondolom, hogy ilyenkor nem is lehet más érzelem az emberben, de viszont ahogy telnek a napok, azért az ember belegondol, hogy amikor kimentünk volna, aláírtuk volna már előre az 5. helyet, vagy sokan aláírták volna, attól függetlenül szerintem nagyon sokan vagyunk úgy a csapatban, a válogatott csapatban, hogy még többet akartunk, és vágytunk volna többre is. Csalódottak voltunk, de közben elég boldogok. Ahhoz, hogy azért egy kicsit tudjunk ünnepelni, ugye annyira sok időnk azért nem volt, de azért valamennyire egy minimális ünneplés belefért az utolsó meccs után. Két év ezelőtt még kezdtünk valamit folyamot, most Laci, Csema, Gulyás tovább vittek, és ekkora volt a szívem. Ekkora volt a szívem, élveztem a kézilabdát, mint Magyarország képviselte ott. Élveztem minden pillanat, amit csináltak a pályán, és le a kalap mindenki előtt. Német meccs nem csak nektek indított el az emelkedőt, hanem itt Magyarországon is hirtelen berobbantatok a köztudatba, mindenki rólatok beszél. Ebből ott kint mennyit lehetett érzékelni egyébként? Nyilván rengeteg gratulációt kaptunk személyesen is, meg csapatszinten is, de szerencsére, úgy mondom, hogy szerencsére, mert ez szerintem jó, hogy annyira ez a hangulat, ez hogy is mondjam, hogy nem vont el a figyelmünket, nyilván az jó érzés volt, hogy tényleg rengetegen gratuláltak, és ezúton is köszönjük nekik, de tényleg az egész szituációt nagyon jól kezelte a csapat, és csak a dolgunkra figyeltünk. Kaptuk az üzeneteket mi is ezeken az Instagram, Facebook oldalakon,
plusz közölték velünk a stábtagok is, meg az itthoniakkal is, akikkel beszéltünk, mindenki említette, hogy most mindenki velünk van, nekünk szurkol. Ez egy nagyon jó érzés, és hát nagyon örömteli, hogy egy egész országot meg tudtunk ezzel mozgatni. Sajnálom, hogy a végén nem tudtunk még többet kihozni belőle, de úgy gondolom, hogy most lesz egy hazai rendezésű ebénk, amire úgy nagyon remélem, hogy mindenki el tud jönni, és együtt tudnak buzdítani, vagy szurkolni nekünk, hogy még jobb eredményt érjünk el. Szurkoló voltál? Szurkoltál a tévé előtt? Hát megmondom őszinte, nem sima szurkoló voltam, olyan-olyan, nagyon szurkoltam nekik. Valahol belőlérzem, szerintem nyilatkoztam valahol, benne volt az elődöntőbe, de van idő, legközelebb legyen meg jobb az eredmény, step by step, de nagyon jó dolgoznak, és a pontos, precíz játék, védekezés, támadás, kapus teljesítmény, hibatlanak voltak. Kedvenc meccsed, te melyiket idézed fel a legszívesebben? Hát az összes nagyon jó volt tényleg, még az is, amelyiken kikaptunk, mert tényleg a válogatott élmény játszani, főleg így, hogy tényleg ilyen eredményt értünk el, de szerintem ugye a németek ellen én nem léptem pályára, de nekem az volt a top, ami tényleg akkor öröm volt az egész csapatnak, hogy az nagyon jó érzés volt. Ugye már te is említetted az EB-t, ott akár valami a nyakba is kerülhet szerintem? Hát ez nagyon messze van, de tényleg azért dolgozunk, hogy hát az már most kirázott a hideg, de az egy nagyon, nagyon nagy dolog lenne, hogyha hazai pályán, hazai közönség előtt akár egy érmet tudnánk szerezni, az szerintem mindenkinek az álma.